Üdvújra én állam, ahol minden klusziensis. Nem tudom, ki miért végzett egyetemet, én viszont hobbiból. Tudom, ez valakinek furcsa. Nekem is van olyan ismerősöm, akinek az. De szégyen vagy nem, én anno 19 évesen még egyáltalán nem tudtam, mi akarok lenni, ha majd nagy leszek. Mi leszel, ha felnőtt? Anyuka! Mivel azonban a törít, nagyon szerettem általánosba meg középsuliba, be is iratkoztam és bejutottam. The chicken guts speak the future! Egyetemi éveimről talán egy másik videóba. Most pedig lássuk inkább azt az államvizsgát. Közeledett a téli szünet. Nekem pedig se dolgozat témám, se pedig vezető tanárom nem volt még. What do you want? Licenc diplomát. Kissé nehezen, de hála Istennek, az egyik tanár végül csak fogadott engem. Nyilván volt egy kis fejmosás. Hamarosan aztán témám is akadt. Valami történelmi rejtélyekkel kapcsolatba akartam írni, csak hogy a tanárom lefújta, túl általánosnak találta. Valami újjal, és mind jelenkorra szakosodott, 20. századival kellett előálljak. A törin belül a keresztény teológiához fűződő dolgokat is szerettem, főként az extrémebb, megosztóbb témájukat. Már nem emlékszem, hogy, de szóba jött mindez. Sőt, az is, hogy valami karizmatikus felekezethez tartozom, legalábbis akkoriban. Apukám pedig pünkösdista felekezetű. Hála Istennek nem kell többet ilyen közösségekbe járnom, viszont terve vannak ezekkel kapcsolatban is érdekes videók. Ezek ismeretébe a vezető tanárom egyből azt tanácsolta, írjak a kommunista rezsim alatti pünkösdi felekezet helyzetéről itt Kolozsvárt. Eredeti ötlet, senki se írt még róla. Urálhisztori alapján esettanulmányt is végezhetek, meginterjúltatva idős lelkészeket. You what? Én a történelmet mindig is a kalandos dolgok miatt szerettem, nem pedig a száraz tények miatt. De elfogadtam. Szerintem izgalmasabb lett volna arról írni, hogy a Mária kultusz miért csak félig biblikus, a jehovisták mi alapján látják Jézust angyalnak, illetve az adventista felekezet miért tartja bűnnek a szombati szexet. Jesus wasn't white, Jesus was black. Nos, eltelik pár hónap, elkészül a dolgozatom, és eljön a megvédésének az ideje. Igen, ebbe az épületbe volt. A vizsgáztató bizottság összetétele kevert volt. Nem csak jelenkor tanított tanárokból állt. Arra már nem emlékszem, hányan voltak. De miközben bemutattam a témát, a dolgozatom kézről kézre járt a bent levő tanároknál, hogy aki majd akar, kérdezzen belőle tőlem. Most nevet nem fogok mondani, de amikor a dolgozatom az egyik tanárnőnél járt, az hirtelen felhorkant. Ez szekta? Mi a többiek pár másodpercig csak meglepődve néztünk. Aztán a vezető tanárom megszólalt. Na de tanárnő, hogy mondhat ilyet? Ez nem szekta, ez egy kis egyház. Ez szekta, ez egy szekta. Hajtotta a tanárnő. Még az akkori törikar vezetője is, aki jelen volt a pártomon állt, de a tanárnő hajthatatlan volt. Die, heretic! Remélem, e videó miatt nem fogják megvonni a történészi licenszok levelem. Egyáltalán lehet ilyesmi? Nos, ennyi volt mára. Iratkozz fel, és a többi. Ha pedig esküvői fotósra lenne szükséged, szólj csak bátran! Szép város, Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál, jöjj hát, miért haboznál, angyalkám, gyere már!